Az olasz gasztronómia világszerte ismert és elismert étke a pizza, legyen az délen a nápolyi, legyen az örökvárosban, Rómában, vagy északon Milánóban, vagy Firenzében csábító kulináris élvezetet nyújt. Pénteken este egy eddig is ismert és méltán elismert helyi vállalkozás új kezdeményezése valósult meg, megnyílt a Krém Pizzéria. Az esemény rangját emelte, hogy a megnyitón ott volt, és a város képviseletében köszönetét fejezte ki Cserpalkovics András polgármester. Fontosak ezek a szolgáltatások a városban, fontosak, hogy az emberek össze tudjanak jönni, a jó minőség gasztronómiai élményt kapjanak, közben jót beszélgessenek, családok, baráti társaságuk egyaránt, úgyhogy én azt kívánom, hogy teljen meg a hely értékkel és emberrel és jó hangulattal, jó kedvel, mosollyal egyaránt, akkor mindenki így a város is csak jól járhat. Pármai Zsolt tulajdonos hangsúlyozta, számukra alapvetés volt, hogy munkatársai Kovács Roland és testvére Itáliában, a pizzakészítés egyik fellegvárában, Nápolyban sajátítsák el a mesterfogásokat. A legnagyobb hangsúlyt így a különleges, házi tésztából készült nápolyi és római pizzák kapják, de olasz édességekkel is találkozhatnak a vendégek. Úgy gondoltuk, hogy a pizza az nem csak Olaszországban a legdivatosabb, hanem az egész világon. És a két fiú, akik most a konyhán vannak, két unoköcsém el is ment Nápolyba egy hónapra megtanulni a pizzakészítés titkait. Remélem, jól sikerült. Kovács Zsoltné a városrész önkormányzati képviselője üdvözölte a pizzéria megnyitását. Ahogy a képviselőasszony fogalmazott, a cég már bizonyított a cukrászdák tekintetében, így a vásárlók bizalommal fordulhatnak a pizzéria felé is. Rahel Hauk találó mondása, miszerint az élet nem mindig azt nyújtja, amit akarunk, de pizza az mindig lesz, immár városunkban is valóságot tükröz.